Hosszú, elkeseredett levélben írta le káváriáját egy anyuka a legnagyobb közösségi oldal egyik csoportjában, mennyire nehezen tudja megoldani egyedülálló két gyerekes szülőként a digitális oktatást, úgy, hogy még dolgoznia is kell. A gyerekekre más megoldás híján a nagyszülők vigyáznak, ám amikor az édesanyja hazaér a munkahelyéről, szinte összeroppan a rázúduló feladatok mennyiségétől. Nincs egyedül, országszerte rengetegen vannak hasonló helyzetben. Mármarosi Melinda, az Egyedülálló Szülők Szexárdi Klubjának vezetője azt mondja, felé is rendszeresen jelzik ezeket a problémákat. Van, aki a gyermekének felügyeletét nem tudja megoldani, mert dolgoznia kellene. Más attól tart, hogy utcára kerül, mert keresett híján nem tudja fizetni az albéletét. Több egyszer próbáltam már helyileg, tehát itt Szexárdon vagy a Szexárd környékén lévő különböző cégeket vagy közvetlen megkeresni, hogy támogassák a szervezetünket, az országos szintű szervezetnek a Tolna megyei csoportját, és mégis úgy érzékeltem, hogy nem találtam rá meghallgatást. Önkéntesek sem segítik az egyedülálló szülőket Szexárdon, mint ahogy teszik Pécsen. A Baranyai megyeszékhelyen elindult a MAMI, vagyis a Ma Mi Vásárolunk Be Egyedülálló Szülőknek elnevezésű program. Olyan pécsi szülőknek segítenek, akik legalább egy 10 év alatti, vagy idősebb, de egyedül nem hagyható gyermeket nevelnek. Mármarosi Melinda úgy látja, az a legnagyobb probléma, hogy sokan szégyellik a helyzetüket, ezért segítséget sem kérnek. Arra buzdítom őket, hogy sokan ismerik egymást a klubban, hogy keressék meg egymást, hogy ténylegesen az az eddig kialakult mozgalom, amit mi elindítottunk, hogy ők nincsenek egyedül, tehát hogy merjenek erről nyilatkozni. Az elmúlt egy hét alatt több család kereste meg az egyszülős központot azzal, hogy a koronavírus járvány következtében elvesztették a munkájukat és súlyos megélhetési problémával küzdenek. A központ budapesti szervezete ezért alapvető élelmiszerekből összeállított csomagokat juttat el a rászorulóknak. Egyelőre csak Budapest területén belül tudják megoldani a szállítást, ahogy más településeken is találnak partnereket, önkénteseket a szállításhoz, úgy kibővítik a helyszíneket.